Február 6-án vasárnap a Szent Atya az apostoli palota ablakából imádkozta el az urangyalát a téren egybegyűlt hívőkkel. Az evangélium kapcsán hangsúlyozta, hogy ha befogadjuk Jézust életünkbe, akkor mi is bőséges fogásra lehetünk képesek. A Mária ima után pedig több aktuális eseményről, köztük az emberkereskedelem elleni világnapról is megemlékezett. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A mai liturgia evangéliuma a Galileai tengerpartjára visz bennünket. A tömeg Jézus körül tolong, miközben néhány csalódott halász, köztük Simon és Péter, egy rosszul sikerült halászat után hálóikat mossák. Jézus éppen Simon bárkájába száll, aztán arra biztatja Pétert, hogy evezzen ki a tengerre és vesse ki újra a hálókat. A Szent mint mondta, álljunk meg Jézusnak ennél a két cselekedeténél. Először beszáll a bárkába, aztán a tengerre vezésre bíztat. Rosszul sikerült éjszaka volt, nem fogtak semmit, de Péter bízik és kievez a tengerre. Először és Jézus beszáll Simon bárkájába, hogy mi véget? Hogy tanítson. Éppen azt a bárkát kéri, amely nincs tele hallal, sőt üresen tért vissza a partra egy fáradtságos és csalódást keltő éjszaka után. Ez egy gyönyörű kép számunkra is. Életünk bárkája minden nap elhagyja otthonunk partjait, hogy kihajózzon a mindennapi tevékenységek tengerére. Minden nap megpróbálunk bőséges halat fogni, álmokat ápolni, projekteket megvalósítani, kapcsolatainkban a szeretetet megélni. De gyakran Péterhez hasonlóan mi is az üres hálók éjszakáját éljük meg. Csalódottak vagyunk, mert keményen próbálkozunk, de nem látjuk a várt eredményt. Hányszor előfordul, hogy minket is a vereség érzése tölt el, szívünkbe a csalódás és a keserűség költözik. Két a nagyon veszélyes rélek rákcsáló. És hogy mit tesz akkor az Úr? Úgy dönt, hogy éppen a mi bárkánkba száll. Onnan akarja hirdetni az evangéliumot. Épp az az üres bárka tehetetlenségünk szimbóluma válik Jézus katedrájává, szószéké, ahonnan az igét hirdeti. De la és az Úr szereti ezt tenni. Az Úr a meglepetések, a meglepetést okozó csodák ura. Szeret beszállni életünk bárkájába, amikor nincs mit felajánlanunk neki. Szeret belépni ürességünkbe és betölteni azt jelenlétével. Szereti felhasználni szegénységünket, hogy hirdesse gazdagságát, felhasználni nyomorúságunkat, hogy hirdesse irgalmasságát. Ne feledjük, Isten nem akar tengerjáró hajót, neki elég egy szegényes, rozog a bárka is, ha befogadjuk őt. Ez a fontos, befogadni őt. Nem számít, milyen bárkába, csak fogadjuk be. De kérdezem, engedjük-e, hogy beszálljon életünk bárkájába? Rendelkezésére bocsátjuk-e azt a keveset, amink van? Néha úgy érezzük, méltatlanok vagyunk hozzá, mert bűnösök vagyunk. De ez a kifogást nem tetszik az Úrnak, mert távol tartja őt tőlünk. Ő a közelség, az együttérzés, a gyengítség istene, és nem a tökéletességre törekvés keres, hanem a befogadást. Az úr így adja vissza Péter bizalmát, beszállt a bárkájába. És miután prédikált, azt mondja neki, evesz ki a mélyre. Az idő nem volt alkalmas a halászatra, fényes nappal volt, de Péter bízik Jézusban. Nem a halászok stratégiáját követi, melyet jól ismert, hanem Jézus újdonságára bízza magát. A csodálkozás késztette, hogy megtegye, amit Jézus mondott neki. Ugyanez a helyzet velünk is. Ha befogadjuk az urat a bárkánkba, akkor ki tudunk hajózni a tengerre. Jézussal félelem nélkül hajózunk az élet tengerén, nem engedjük, hogy csalódást töltsön el bennünket, amikor nem fogunk semmit. És nem engedünk, a már semmit sem tehetünk kísértésnek. Mindig személyes életünkben, épp úgy, mint az egyház és a társadalom életében, mindig van valami szép és bátor dolog, amit meg lehet tenni. Mindig. Mindig újra kezdhetjük. Az Úr mindig hív, hogy álljunk be újra a játékba, mert ő újra lehetőséget nyit előttünk. Fogadjuk el hát a meghívást, űzzük el a pessimizmust és a bizalmatlanságot, és hajózzunk ki a a tengerre Jézussal. Üres kis bárkánk kis csodálatos fogás lesz. Kérjük Máriát, aki páratlan módon fogadta be az urat az élet bárkájába, hogy bátorítson bennünket és járjon közben értünk. A Szentatya az urangyal elimádkozása után megemlékezett a női nemi szervek megcsonkítása elleni nemzetközi napról. Évente mintegy három millió lány szenvedi el ezt a beavatkozást, gyakran az egészségükre nagyon veszélyes körülmények között. Ez a gyakorlat sajnos a világ számos részén elterjedt, sérti a nők méltóságát és súlyosan véd testi épségük ellen. Mint mondta, az emberisége borzalmas bajai láttán fájdalomnak ad hangot, és arra kér minden felelős vezetőt, hogy határozottan lépjen fel a kizsákmányolás és különösen a nőket és a lányokat sújtó megalázó gyakorlatok megakadályozására.